Na csácsú, mi csőtész a csokoládé és traktorkerék, szevasztok papikáim, hát nem is tudom, még magamon is meglepődök, mennyire ráfügtem most erre a sorozatra. Megállás nélkül veszem fel a részeket gyakorlatilag, nem is nézek se Isten, se ember, csak hogy játszhassak végre vele. Nagyon-nagyon tetszik. Gyorsan elindítom a gépeket, hogy azok menjenek tovább, és akkor ugye most elkezdhetjük a másik földön is dolgozni, és iszonyatosan megindítani ugye a termelést, de viszont én úgy gondolom, tudom, hogy ez most talán nem egy olyan jó döntés, de szeretnék létrehozni magamnak egy bázist, ugye azon a területen, amit beszéltünk, mert ugye ez valószínűleg ugye nem hoz nekem hasznot, hogy nekem ott lesz egy bázisom, de nagyon-nagyon tetszene, hogy azért valahova hogy kötődök. Értitek? És akkor ugye a 21 B-jelű földre, oda a sarokra, akkor oda létrehozom magát ezt a helyet. Ugye ott lesz akkor mosó, mindenféle olyan dolog, amit gyakorlatilag tudok használni. Szuper lesz. Kéne balra fordulnom. Kocsi után, kocsi előtt, kocsival együtt. Ej, barátaim. Nagyon tetszik ez a map. Nagyon jó ez a map. Igazán ajánlom mindenkinek. Olyan nagyon bevonz az embert. Igaz, hogy ugye nagyon nem illeszkedik gyakorlatilag abba a millióba, amiben mi élünk. Ugye Amerika azért elég távol van tőlünk, viszont nagyon jó. Nagyon meg van csinálva, kis kellemes. Gyakorlatilag az a durva benne, hogy szinte minden egységben van. Ha megfigyelitek, nincs is olyan útszakasz, vagy olyan föld, amelyik nem egy sík rész lenne. Viszont ennek ellenére terep az megvan. Tök jól megvan csinálva, látjátok, hogy hegyek, dombok, völgyek, de mégis a készítő úgy csinálta meg, hogy a többi rész, ugye az utak meg a talaj, az gyakorlatilag meg nem. Nem hepe húpás. Na menjünk, aztán akkor építsünk már magunknak egy bázist. Itt is jó lenne a bázis ezen például, elfoglalhatnék ilyen kis helyeket, de jaj, de jó, most már 21-es is a miénk, nagyon imádom. 21 és 21B ugye, jelű. Azon gondolkodám. Jaj, de jó, most pont lesikerül húznia, nézd a kombájnak, tök jó. Akkor ezt egyelőre akkor ide rakom. Itt már ugye nem fog menni. Oké, okay. És talán be is fér? Belefér? Biztos bele fog férni, jól van. Vegyünk akkor olyan dolgokat, amiket így gondoltam. Elhelyezhető tárgyaknál. Ami kellene nekem egy ilyen. Víztorony az mire jó? Víztartályokat, friss víz, de nem annyira érdeke. Testre szabhatod, nem nagyon érdekel. Ez se érdekel. Azonban ez csak ugyanis növeli a sílókapacitás, semmire nem jó. Ez. Színes szalma tárolása. Jármű bálók, viszont azok érdekelnének. Viszont akkor ezzel meg elmegyünk. Gyerek, olyan lassú ez a kombájn. Nagyon durva, ugye azt hiszem, hogy a New Holland az 30-an tud menni, hát igaz, hogy ez a 10 km per óra az nem olyan túl soknak tűnik, de viszont hogyha belegondoltok, hogy ez gyakorlatilag másfélszeres növekedés ehhez képest, úgy már nem olyan kevés. Ürítünk egyet, megint 10.000 liter. Jó, az lett volna jó, hogyha ugye itt lett volna egy sílóm. De lehet, hogy megcsinálok egy olyat, srácok. Van egy ötletem. Lehet, hogy csinálok egy olyat, hogy gyakorlatilag ugye földre is lehet öntözni a gabonát. Csinálok egy olyan helyet, ahova le fogom öntözni, úgyis csak babozunk, és veszünk hozzá szállítószalagot, és akkor gyakorlatilag fel is tudom szedni. Vagy pedig valami homlokrakodóval majd felszerem, ha úgy van, nem? Nekem ezt tetszik ez a hely, és itt akarok létezni. Ott alul nincsen nagyon jövője a dolgoknak, hát most megfigyelitek. Nem nagyon tetszik. Ja, belenézzünk, hogy akkor mit érdemes venni.
Elhelyezhető tárgyak. Hát itt semmit, semmit, semmit. Na ilyenbe például be tudnám rakni a gabonát, ugye? Kis raktársátor. Raktársátor, ez pont ugye benne is a nevébe, hogy ez raktárnak jó. Nagy raktársátor. Végignézem. Hát ez, ennek haszonébb, ez dekoratív tárgy, nem jó, dekoratív tárgy, nem jó. Bár aztán egy ilyen kis kunyhót izé még rakhatnék. Ez mi? Dekoratív tárgy. Napkollektor, melegház. Na ilyeneket majd ide fogunk akkor telepíteni. Ez mi? Nagy jármibálló, jármibálló. Szerintem lehet, hogy egy ilyet fogok venni. A kis raktársátort azt meg tudom használni a gabona leöntözésre. Bár olyan lenne jó, amin át tudok menni, de hát... Nem tudom... Ez mekkora? Azért ez nem olyan kicsi, simán meg tudnék benne fordulni. Jó, akkor úgy lesz, hogy... Úgy lesz, gyerekek. Csak tudok forogni, aha. Ebbe tartom majd a gabonát. És a gépeket, azokat meg egy másikba. Gabona, gabona. Nem tudom, mekkora legyen. A hely. Nem, ez lenne belül. Váljatok egy kicsit. Az a baj, nagyon pont annyi pénzem van, amennyi. Gépeket tarthatnám ebbe, ugye? Ti is arra gondoltok? Kicsit megnézzük, hogy pont ide be tudjam rakni. Nem akarom nagyon elcseszni ezt. Mennyi hely kell, hogy megforduljanak a gépek? Oda sem nagyon akarom közel rakni. Ó, basszus, pont ott van egy ilyen szar. Na várja, ezt le is viszem onnan. Ezt be is állítom ide. Ugye a másik a búza van, azt nem akarom, nem akarok beleszőrni, hanem azt szeretném. Nézzük ez meg. Mert ennek még egy kört kell mennie. Igen, a másikon búza van. Azzal nem akarok foglalkozni, nem akarom learatni. Jaj! Hülyeséget csinálok. Ezt a hengert orrébb viszem. Tudom, hogy ugye ez nem nagy gyakorlatilag pénzveszteség, hogy én ezt itt felépítem. De nekem ez tetszik. Hogy lesz egy ilyen kis bázisunk. Nem a gépek szanaszéjjel vannak kín, ugye? És akkor vegyük meg azt a 14 000-es mindenképpen. Ez a nagy, ez is jó lenne. De ez tetszik nekem. Vagy ebből vehetnénk kettőt. Vegyünk ilyet, ez sokkal jobban tetszik, mert a hátulja az ilyen full beton. És mi úgyse fogunk átjárni rajt. Ez a lényeg, hogy nagyon pontosan akarom illeszteni. Úgyhogy... Valahogy így. És kb. Szerintem, ha ide raknám, látjátok mennyi hely van itt még? Hú, itt még van bőven hely, jó. Kb. Ide rakom. Majdnem neki a kerítésnek, sőt. Bele is tudnám rakni a kerítésbe? Ne, úgyhogy pont ne érje el a kerítést. Vagy inkább egy kicsit így. Ne, most így. Bőven meg tud fordulni. Nem tudom, a Big Bad is meg tud-e fordulni. Jó van, gyerekek, megvettük. Megvettük, megnézzük, hogy mégis akkor milyen most ez. Nekem nagyon bejövős. Ó, hát ez nagyon jó. Végre van egy kizébálónk. És
akkor ezt itt majd fejlesztjük ezt a sarkot, gyakorlatilag ez lesz egy ilyen kis... kis telephelyem. De be is rakjuk az olyan dolgot, amit nem használunk, ugye. Ezt például... De lerakom. Bár azt mondtam, hogy ugye ide tudnám öntözni folyamatosan a magot. Ami nem lenne egy utolsó dolog. Kis pótkocsit le kéne akasztanom. Sőt, azt is fogom csinálni most. És azt be is rakom oda. Ez nekem nem kell. És lehet, hogy fogok venni egy homlokra kodort, vagy bármit. Ugye ez, azt hiszem, hogy az egyikre lehet csatlakoztatni. És akkor, ha úgy van, akkor föl tudom pakolni. És akkor le tudom öntözni. Ja, az lesz. Csinálunk olyat, hogy az egyik az mondjuk lesz csak magos. Vagy csak lesz babos, meg mondjuk, ha mást is akarok majd ültetni, akkor lesz másik hely is. Nagyon kapkod a kípőr, ez nem szabad. Igen, az jó helyen van. Nagyon frankó. Végzett a izé, Pető? Pont jó. Oké, mehet az idő. Oké, és a vetőt azt megvisszük át a másik földre akkor. Mert nekem nem kell, hát látom egyébként, hogy a búza pont beérett. Nem akarok búzát, úgyhogy ez sajnos az le fog onnan kerülni. Hát megyünk oda, 21-est azt is bevetjük, és amíg ugye ez beérik, és itt aratt, addig ugye a 21-es tudja művelni, így gyakorlatilag így folyamatosan tudja ezt a körforgást így művelni a területeket körforgásban. És valószínű, hogy azt fogom csinálni, hogy egyelőre akkor ide a babot azt ide lesz orrom. Nem is tudom, hogy melyiken van, ezen van a homlokrakodó csatoló. Lehet, hogy veszünk egy manitút majd. Erre a célra. És akkor oda fogjuk leöntözni a szemet. Jó, gyerekek, akkor megy a Bob ide is. Szép, 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 szuper! Közben ugye aratás lesz. Homlokrakodó csatoló csak azon van a vetőgépesen. Hát egy manitút lehet, hogy fogok menni. Vagy pedig egy kis bobketet. Nem tudom mekkorák a... Meg kéne nézni közben ezeket a... rakodógépeket. Bobkettel lehet, hogy nem nagyon fogom. Ez hány literes? 2000 literes. Nézzük meg, hogy milyenek vannak még. Nagy kanál kellene. Univerzális nagy kanál? Ez az? Univerzális kanál. 1860 literes csak. Hogy rohadjon meg? Ennél nagyobb nincsen. Szállítószalagok. Ez a földről veszi fel, ugye ez mindenképp kell. Kell, akkor mindenképp kell egy ilyen, meg kell egy ilyen. Csak az a gond, ugye mindig odébb kell majd beleállni. Ez nem biztos, hogy olyan jó. Kompakt rakodók, hát ez nem olcsó. Viszont ez 2000 liter. Milyen magasra tudja ez emelni? Fótkocsiba simán bemegy, ugye 2000 liter. Itt akkor egy 10 éve lapátta az dobja meg. Hát azért azzal el lehet azért makizni. Sajnos nem tökéletes ez a rendszer így nekem. Semmi más olyan lehetőségem nincs, mi? Sajnos ez nem jó. Nem vagyok boldog egybe leadni, meg... Fú, gyerekek. Nagy azt kell csinálnom, veszek nagyobb pótot. Mennyibe kerül egy nagyobb pót? Hogy akkor ne kelljen annyit hurcolásznom, tudod, billenőkocsi. Igen, hát ez 35 ezer. 78 ezer. És az 59 ezer literes. Igazából ugye beszéltük azt, hogy a legnagyobbat érdemes megvenni, úgyhogy 78 ezerért lehet, hogy beszünk egy ilyet, meg egy dolit egyelőre. És akkor megnézzük, hogy a kamionok azok hogy állnak. 172 ezer egy ilyen. Aha,
Hát, hogy ezt meg kéne játszanunk, gyerekek. Lehet, hogy azt fogjuk csinálni. Petike? Mit csinálsz? Mi ez az örgés? De nem az, itt az ágyon. Jaj, Junior rág valami izét. Malacfület rág, gyerekek. Fú, üres az a malacfül, ilyen izé, ilyen szállított malacfül, azt a sztépi. Ugye abban mennyibe kerül, mennyi, hol a legdrágább ez a... Bab, az a gond, hogy a babot, hát most mit csináljunk vele, gyerekek, el kell adnunk. Muszáj eladnunk. Aha. Old Greenbe lehet, hogy eladom gyorsan, az 30 ezeret hoz nekem. Amíg ugye beérik ez. Oda találok fejből? Vajon? Old Greenbe. Jó lenne megtanulni ezeket a dolgokat. Ja, itt meg ugye már akkor megy ez a... Nagyobb pót kell, gyerekek, az a nagy pótot meg kell venni. Nem olyan nagyon drága. És akkor a nagyobb pót... menjön... Hoppá, valamit fogtunk. Nagyobb pót dollival ugye használható addig, amíg nem lesz kamionunk. Na, itt mit fogtunk? Valami kő, vagy mi az ott? Reggelig pörgetjük az időt. Igen, nagy pót dollival az lesz. Erősen gondolkodok rajta azon, hogy eladom azt az egyik traktort. És akkor ugye abból is lenne egy kis pénz, bár nem tudom, érdemes eladni. Hát igazából nem kéne, mert ugye akkor... De ja, amíg dolly van, addig ugye kell. Akkor veszünk egy dollyt meg azt a nagy izét, nagy pótot. El tudja ez rángatni, nem gond az. De a legnagyobbat, mindenből mindig a legnagyobbat vesszük. És akkor ugye abból belefér, nem is tudom mennyi, 78 ezer liter. 78 ezer liter, az azért sok. Földre nem akarom leburogatni, nehéz fölszedni. Jó lenne úgy, hogyha nem kéne fölkapargatni, de... De amúgy, ez úgy... Föl kell szedegetni. Ugye 2000 literes a kanál, most képzeld el, most leöntesz oda 50 000 litert. Ez 25 kanálnyi. Fuhú. Na, nem sok értelme lenne. Szállító szalagot meg mindig odébb kell vinni. Ugye ott nem, az nem tudja felszedni mindenhonnan. Vagy nem szed ilyen nagy körből, hanem csak mindig így maga elől. És akkor mindig mozgatni kell. Az is irritáló tud lenni. Gyerekek, itt kivágtatok, pont jön egy autó, nem? Jó, nem. Elkanyarodott. Nem akarok ilyen sűrűn hordani eladásra. Nem, ugye tudom tárolni akkor a pótba is. 78 ezer liter az a marha sok. Ez lesz, srácok. Ezt kell csinálnunk. Várjatok, ránézek itt. Mi a szituáció? Jó, ez csinálja. Hát ez sajnos az a... Az a búza, ez megy a levesbe. Nem tetszett nekem. Megyünk haza. Akkor az lesz, gyerekek. Ezt fogjuk csinálni. Kell a nagy pót. Ugye mindig időt kell spórolni, azzal, abba kell gondolkodni. Most azzal tudnánk leginkább időt spórolni, hogy nem kell itt ide-oda furikáznom. Ez is hülye. Gyerekek, ez hülye. Várjálma. Te hülye vagy, nekem a teljes verzióm van. Hát de szuper! Ez most miért írta ezt ki nekem? Ezt mondjátok meg. Szerezd meg a teljes verzióját, tök jó. Ja, egyébként igen, ilyen ablakba futtatom elrejtett tálcával.
Azt csinálja, képzeljétek, hogyha nem így futtatom a játékot, hogy nagyon sötét a kép, nem tudom, hogy miért csinálja. Szörözd meg a teljes verziót, hülye vagy? Steamen megnézitek, ott van fönt. Nem tudom, mi volt ez a reklámszöveg benne. Na, hol tartottunk? Igen, spórolni akarok az idővel, azzal, hogy ne kelljen olyan sokat furikázni. Ja, egy dollir veszünk meg egy ezért. Azzal el tudjuk húzogatni ezt a, az árut majd. És utána meg egy Lizard kamion. 170 ezer pénzbe fog fájni. Sőt, ha fejlesztve van, akkor lehet, hogy még többe is. Huszonegyesen betűnk. Lehet, hogy be is érett. Ránézek, még nem jó. Akciós krémp. Az melyik? Melyik az? 30 órán át tart. Jó, mindjárt ránézek. Akció van az egyik izénél, gyártónál. Oké, gyerekek, szuper. Meg is nézem, hogy melyik az. Már csak azt nézem meg, hogy például... ne szórakozz, 10%-kal olcsóbb. Pont ez, ez nagyon jó. Olcsóbb, mint ez. 56 000 és... Jó, de várja, hülye vagyok. Ez 56 ezer literes, ez meg 59 ezer, benéztem a rajzot. Ez meg 47 ezer, mi? Ez is jól néz ki különben. Mindegy, ezt fogom menni, 59 ezer. Ez meg 47 ezer, ja. Gyorsan összekapunk annyi pénzt. Ezt beállítom, mert mindjárt aratás lesz. Egy, ezt a földet learatom, azt meg is van belőle. Meg is van rá a lóvé. Közben majd fejlesztjük itt ezt a... ezt az udvart, ugye? Oké, hagyd menjen. Idő lelassít. Na ugye itt meg megy ez a... vetés folyamata. Felét már levetette, közben akkor ugye az aratás zajlik. Most egy kicsi időm lenne, 9-esen ugye szoktunk dolgozni, lehet, hogy rá kéne néznem egyet. Nézzük a 9-esen mit kell csinálni. Megint aratás van, vagy mi van? Nincsen elérhető küldetés. Ez már csak 87 ezerért akar adni a 9-est. Herfer ezer, mennyibe kerül a dolly? Hol a dolly? Hol van? Ott van. Nyerek szerkezet. 9000, akkor 79000-et kell összeszednünk. Tehát akkor 49000-et gyakorlatilag. Ami megint egy olyan... olyan 16000 nyi. Eladásra való cucc. Hát jó szarabab. Itt megy fölfele, de most jó nagyon lement. Nem baj, azt csináljuk, learatjuk. Az összes rá fog férni. Kéne valami bérmunkát vállalnom addig. Az egy kis plusz pénz lenne. Most fölöslegesen itt ne álcsorogjak. Az egyes kár, hogy nem lehet aladni, mi? Nem túl nagy kombájn, elég sokáig tartana. Megnézzük a többit. Ez mi az, hogy valami itt? Ez is aratni akar velünk. 30, hát ez nem akarok nekiállni azért egy ilyennek. Főleg úgy, hogy ez már vissza is térőbe van. Hát lehet, hogy nekiállok, csak akkor azt csinálom.
hogy előtte ürítöm a kombányt, nehogy véletlenül megteljen. Ürítjük a kombányt, és akkor igazából van annyi idők, mert ott azt még a 21-est ugye veti. Uriában, mit akarsz tőlem itt? Ne szórakozzak. Csak azért ürítem, hogy nehogy véletlenül megteljen. Ebben körülbelül egy olyan 4000 liter lesz több, nem? 4900, jó. És akkor most van egy kis időt nyertünk. Kicsit dolgozunk. És akkor veszünk izét, veszünk dollit meg azt a nagyot. És ugye most amikor azt elveti, pörgetjük az időt. Az jöhet ide a vető, de meg mehet, ugye, mehetünk aratni. És azért itt folyamatosan lesz pénz. Azért kell egy nagy tárolóegység, hogy ne az legyen. Lehet, hogy majd többet is veszek. Ne az legyen, hogy mindig folyamatosan kell fordulnom, mert azzal csak az idő megy. Na, kevesebb duma. Csináljuk meg akkor a hármason. Azon is ugye pont az volt. Jó, ez jó nekem. 15 000-et ad. Meg ha marha gyorsak leszünk, akkor meg még többet. Instant X-et nyomunk. Tos. Annyira nem pici ez a... Azon is X-et nyomunk. És már nyomunk is egy B-t. Ó, még nem nyílott ki. Jó. Nyomjuk gyerekek, nyomjuk. És plusz pénzt keresünk. Ezzel egy olyan 17 000-et össze tudunk szedni, annál kevesebbet kell ugye. Gyakorlatilag ezzel végzünk, eladjuk a leürítjük a kombányt, és már meg is leszünk. Ugye ott, hogy akkor meg tudjuk venni azt a dollit, meg azt a pótot. Az nagyon jó lesz. Kis kukorica. Aratás. Örülök, hogy ott hagytam az egyest, eléggé bátor lépés volt. Ugye egy legelső földet ott hagyni, de nagyon szar helyen volt. Hány kört kell menni, hogy ki lehet számolni? Szerintem egy... gyorsan B. Egyszerű. Ez gyors volt, mi? Ez a fordulás. Fel se pörög rendesen, de ugye már vágja. Ha lendületből ugye mész és megnyomod a B-t, ebbe kapcsol, akkor már vágja ugye egyből. Nem kell elassulni, nem kell várni, hogy felpörögjön, hanem egyből ugye vágja. Szóval amikor odaérsz a földhöz, tök mindegy milyen gyors vagy, egyből nyomsz egy B-t, akkor ugye még időt is plusz porolni egy kicsit. De ahogy nézem, ez egy... hát ez egy 4,5 kör lesz, 5 kör. Amire kiérünk, arra majdnem negyedénél leszünk, de nem teljesen. Ott maradt egy kukorica, gyerekek. Ez ilyen túlélő. Jó, hogy a földek végén nagy forduló van. Megint egy kukorica kimaradt. Annyi nem baj, hogy elmarad. Hallottuk valami nyikorgást, ez nem a kombányból jön, hanem a mosógép centrifugáz. Mi a mosógép, mi? Kettike! Betennéd az ajtót? Léci! Mert nagyon-nagyon sipor a mosógép. Csapágyas lesz a mosógép, gyerekek. Centrifugázáskor ilyen... ilyen hangot ad. Ez nagyon durva hangja van, Jézus Mária. Beteszed az ajtót? De jó, köszönöm! Egy sört is hozhatnád. Nem hozol egy sört?
Há, hozzá ott kiről. Nincs kedved, ó, te. Nincs kedve sört hozni, azt mondja, gyerekek, hát ez szörnyű. Ez biztos megtelik majd a combine ennyi idő alatt. Nem baj. Mennyit üritettünk? 10 000-et, ugye 15 000-nél leszünk. Vagy 5 000-et üritettünk, és ugye 10-valahány, akkor 17 000 körül leszünk. 17 000 × 3. Az meg... 40 valahány 1000, az pont elég is lesz. Az aratással együtt, ugye az, ezért az aratásért kapunk egy 18 000-et. Kb. Ahogy jól számolom. Bónusza mindennel együtt. És azért nem szeretek egyébként búzát meg ilyeneket aratni, meg vetni, mert ugye ott sokkal több jönne. Igaz, hogy több jönne, mint a repcéből, meg a babból, de ugye most több jön vele, belőle, akkor több vele gond. Gyorsabban kell üríteni a kombány, gyorsabban megtelik, gyorsabban megtelenek a pótok, többet kell fordulni. Anyagilag ugye majdnem ugyanott vagy, mint a babnál, csak sokkal több meló van vele. Épp ezért, mert ugye... Na, most sem felénél leszünk. Na, 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 gyorsan, 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 megnézzük meg, hogy állnak a izék. Ah, még az egy I betű is még mindig dolgozik. Még nem telett meg, látjátok az I betű a ugye a... Ja, nem, nem, a C betű a izé. C betű a kombájnum, de szerintem az meg is telett. Nem nagyon mozog, mi? Az I betűs az megvert, úgyhogy nincs vele gond. C betűs az mozog? Nem nagyon mozog a C betűsünk. Baj, ezt már megcsinálom. Nem, most. Most tellett meg ott, azért most villog. Vagy pedig fordul? Vagy ilyenkor megtellett? Mindjárt ránézünk. Még egyszer, csak ezt most... Ezeket a gyors fordulásokat próbálom csinálni. Sikerült egy kicsit elcsesznem. Aha, megtellett. Viszont az íj még vett, úgyhogy nincs nagyon veszteség, időveszteségünk. Az íjnek még kell legalább 3 kör. Addig ugye simán megcsináljuk a C-t. A C is, mármint a 20-ast, vagy 21B jelű földet aratással, és akkor ugye a vetőt azt át tudjuk rakni a 21. Nem, gyerekek, csak ja, a C az ugye kezd elleni, aha, megy az, basszus, de jó. Még nincs megtelve, csak ugye gondolom nem tudom hány százalékon lehet, és az problémát okoz neki. Szóval ennek a földnek a felénél vagyunk már. Jól van, semmi gond akkor. Jó, felénél már vagyunk. Ezt nézzünk rá. Még mindig arat a C. Szuper, jó vagyunk, nagyon jó. Áttelepettünk mi másik helyre. Az egyes föld meg parlagon hever. Egyelőre ott az egyes fölött egy, a jobb sorokban egy izé van, egy eke. Na most már a C az biztos, hogy megtelett, már nagyon nem mozog. Az I viszont veteget. Na. Sokára végzünk. Kicsit nagyobb vívbe fordulok. Ennél gyorsabban nem bírok aratni. Nem tudom, hogy valakinek sikerülne.
De ez szerintem a maximális sebesség. Ennél gyorsabban nem tudsz fordulni. Gyakorlatilag lassítás nélkül fordulok, ugye? Körbe-körbe sem menne gyorsabban. ...23-24 van vissza, hát szerintem egy 10 perc alatt végzünk. 13 még nem fog lemenni az óra. Nem simán 10 perc alatt végezhető ezzel a földdel, mármint még 10 perc. Gyorsan. Itt ugye tudnám azt is csinálni, hogy kimegyek a másik oldalra, megpróbáljuk azt, jó? Hogy ezért kellett volna inkább a sima fordulás, de ez se rossz. Ez se rossz, mert elég gyors volt. Sőt, a következő körben már még gyorsabb lesz, és egyre gyorsabb. Ja, legyen az, hogy 15-ig el kell végeznünk, gyerekek. 22 van. Ugye számol vissza ott jobb felső sorokba. Én 15-ig úgy gondolom, hogy végezni fogunk, 8 percen belül. Vagyis lassabb már 7 perc az. Gyorsan. Még 7 percünk van vissza, 15-ig. Két és fél. Jó, hogyha gyorsan csinálod, sok bónuszt kapsz. Na, még 6 perc. Meg lesz, bőven meg lesz. Sőt, szerintem egy olyan 17-re végezni fogunk. Majd 17 perc még marad is pluszba. Hát úgy gondolom, nem tudom, hogy van ez az idő dolog. De hát egy bizonyos időnél többen, vagy gyorsabban nem tudod megcsinálni, mert ennél rövidebb idő alatt például, mint ahogy most csináljuk. Hát ez baromi érdekes lehet, aki ennél rövidebb idő alatt csinálja. Főleg, hogy úgy esünk be mindig a földre. Még ott is nyerünk egy pár másodpercet. A nyuszival. New Hollanddal nyomjuk. Én arra gondolok, hogy még egyszer visszajövünk, meg is lesz, nem is kell még egy. Mármi nem kell egy teljes kört menni. Lehet, hogy egy 18-ra végzünk. Sajnos, szerintem a munkásaink, az íjjelű még mindig dolgozik, a cél az meg ugye tele van. Jó lesz időt pörgetni majd. Pont ideális lesz. Na, ez a végigérünk szerintem meg lesz. Jó, azért jó pénzt kapunk. Szerintem egy 20 ezer körül. 20 ezer, és akkor gyors elszállítjuk. Veszünk egy nagy pótot, és akkor arra se lesz gond, hogy állandóan azt hurcolgassam. Tök jó lesz. A pici pótot lehet, hogy el kéne adnom. De az a gond, az ilyen kicsi dolgokat meg azért nem érdemes eladni, mert nem érnek semmit. És te eladod, mit érsz vele? Kapsz 5000-et. Ezt megtermeled 10 perc alatt.
Ez meg hát, hogyha éppen pont üríteni kell egy kombányt, vagy akármi van. Már most már, hogyha lehet üríteni a földre, most már elég egyszerű. Lehet, hogy a fakitermelést majd kicsit erőltetni fogom, hogy ne is legyen ilyen monoton. Dolog. Ez már biztos, hogy nem kell végig tolni. Mindjárt meg lesz. Na, add már meg. Na. Gyorsan. Mennyit kaptunk? 21 ezeret gyerek, 22 ezeret, ez nagyon jó. Üríteni kell marha gyorsan. Ez az első. És gyerekek, az a föld, az mennyit fog hozni? Arra kíváncsi vagyok, azt már az új tar izébe rakjuk. Az új pótba, és akkor meg tudjuk nézni, hogy kb. Az mennyi lesz. Na, gyorsan gyorsan. Ez hülye, ez komolyan. Ezt nem értem, hogy ezt miért csinálja. Esküszöm, ezt nem értem, srácok. Nyomok egy mentést is, basszus. Ezt elkezdtem most csinálni. Nem jövök rá. Ugye azért kell, hogy tört verzióval vagyok, gondolom. Vagy valami reklám, vagy mi a szar ez? Mikor rákérem, hát gondolom lehet, hogy rámegyek az oldalra, aztán ott tudok valamit csinálni. Csak hát most nem akarom gameplay közben ezzel szarakodni. Gyorsan, igen, és ezt eladjuk. Akármennyire szaráron, akkor is mindenképp jó lesz nekem. 17 ezer. Nézzük meg, hogy hol tudom eladni jó áron azért. Valamennyire, hát bab. Woodback Grains, az meg azt hiszem, hogy ott lenn van a... Aha, jó. Ott van lent. Ez bőven elég lesz nekem, amennyit ezért kapok. Nem akarok most időt pörgetni meg semmit, mert itt még úgyis megy a... Megy az a gép? Hol van? Ott van. Ó, és pont végzel. Akkor viszont időt pörgetünk, gyerekek. Nem pörgetek időt. De lassan pörgessünk időt, gyerekek. És akkor ránézek még egyszer. Ezért az bemegy fel. A volébe. Az meg akkor hol vagy? Akkor oda megyünk, gyerekek. Oda megyünk. És akkor pont jó lesz, akkor azt fel is megy az ár. Megvesszük akkor a dolit. Hát ez a traktornak egy kicsit a doliból az erős lesz, de hát nyergest még nem nagyon tudok venni. Pont befejezte a munkát, az tök jó lesz, de át is tudom rakni majd ugye a kombányt. A vetőt meg ugye tudom vinni a másikra. És amíg egyiken végzünk, a másikon ugye megint ugye végzünk. Így tudjuk így váltogatni a kettő között. Nézzük meg. Ó, hát ez nagyon megy fölfele, jó van. Ugye pont ide akartuk vinni, jó is lesz. Ó, te fiú, hát pont itt kezdődik a kerítés. Gyorsan. Még ez is egy kicsit nehéz neki. Gyerekek, hogy fogja ezt elvinni? Nem is tudom, hány tonna lesz az. Valami minimum 30 tonnás pótot. Fog vele szenvedni, mi? Nem baj, gyerekek. Közben ránézek, hogy 2700-ig fölment, jó az. És akkor jöhet is a vásárlás. Azt mondja, hogy kell egy nyeregszerkezet. Legyenek a széles gumik, nem tudom, hogy ez mennyit befolyásol. És akkor legyen a pót. Ugye a legnagyobb. És mondjuk, én nem lehet változtatni a színét, nem baj. Oké, gyerekek, nagyon jó. És akkor meg is nézzük most a gépeket. Ez itt dolgozik szépen, jó. Ezt meg már vihetném is át ugye, hogy ott azt is vesse. És a kombányt azt meg hozhatom ide.
meg ma, ez már állhat neki ugye vetni. Én ezt mondtam, hogy így tudjuk így forgatni, ugye amikor ez a kombány végez, jöhet át ide. Ez végez, jöhet át ide. És akkor így folyamatosan. És azért jó, hogy a két föld az nagyon közel van egymáshoz, meg különben nagyon időigényes lenne ugye a kombánynal főleg átjönni egyik oldalról másikra. Ez gyerekek, ez már mehet is. Nyomjad neki Sanyi. Megvárom, még elindul. Tökéletes. Megyünk vissza. Viszont, majd hogy el kéne menni akkor a pótér. Pótér. Ne kell menni a bolthoz sajnos. Úgy bejtjük a bolthoz. Várjatok? Viszont, ja. Dolit nem tudom ezután felakasztani, ugye? Mindegy, azt csinálom gyerekek, hogy visszaugratom. Visszaugratom itt a dolgokat. Ez a traktor. Melyik traktort mutatja most? Ez a traktor. Oké, és a pótot is visszaugratom. Oké, és a dolit is visszaugratom, meg ezt is visszaugratom. Ezt. Oké. És a dolit is. Hol a dolli? Na, és akkor megpróbáljuk összeszedni mindent itt. Itt a dolly. Azt nem tudom, hogy a dollyt az be lehet-e ezután a pót után. Az lenne jó, mert akkor el tudnánk vinni mindent egyszerre. Most nem azt akarom, hogy így fogok fuvarozni, hanem csak, hogy mindent egybe tudnék rakni. De szerintem a dollyt nem fogom tudni ezután felakasztani. Igen, ez nem fog felakadni, mert az ugye egész más csatoló, ez nem az a lyukas, hanem ilyen a másik fajta. Mindegy, akkor ez a póta az itt marad egyelőre, majd valamikor eljövünk érte. Ez az. Viszont ez nagy előny lesz, 59.000 literrel. Ez az gyerekek, nagyon szuper. Mehetünk is. Franco. Leponyba azon nem szeretjük. Hát nézek itt a dolgokra. Ez bele is fog férni, nagyon jó. Bet is. A másik földet akartam megnézni. Az is már ugye érik be, jó. Gyorsan menjünk haza. Menjünk haza, úgymond. Gyerekek, azért ez csórja rendesen ezt a... Nagyon nagy neki. Nem tudom, ez megrakva meddig fogja bírni, vagy hogy fogja bírni. De majd kiderül. És a kis pótba fogom engedni most ennek a kombájnak a tartalmát. Hogy meg tudjam nézni, hogy a másik földön mennyi gabona lesz. Gyorsan menjünk. Végzett is a kombájn. Ez konkrét. Na ennek majd kell egy izé. Ennek majd kell egy nyerges vontató. És a izét fogom. De van az a kicsi nyerges. Nem a nagy, hanem az a kicsi. Az is amerikai stílusú. Az nem lenne rossz. Reggelig pörgetünk, addig talán be is érik a 21-es. Itt ugye 21-es, hát már lassan ugye elkezdett, úgyhogy a kombájt hozhatom is át majd. És egyből a vetőt is hozhatom, amint végezni.
Combine. 9000. Nem fog beleférni viszont sajnos. A kicsibe nem fér bele, úgyhogy ezt a nagyba beleengedem. Tudni fogjuk, hogy 9100 liter le kell vonni abból a nagyból, hogy hiteles legyen az adat, hogy mennyit. Azt mindenképp le akarom aratni azt a földet, a 21-est. És akkor meg tudjuk nézni, hogy az hány litert hoz. És akkor ezután tényleg látjátok, hogy most arra törekedünk, hogy mindig mindenből a legnagyobbat vegyük. Ezután ugye megpróbálunk, a traktorokat kéne majd lassan lecserélni, meg kellene akkor egy nyerges. Tehát a traktorokat kéne lecserélni leginkább, mert ugye nagyon gyengék ezek a... Ez a vetőgép az most nagyon sarkolatos pontja a dolgoknak, már nagyon lassú. Nem tudja húzni normálisan azt a pici vetőt se. Úgyhogy azt kellene valamit azzal kezdenünk. Örülj! Jó, mehetünk a másik földre. Milyen jó, hogy közel van egymáshoz, mi? Hasznos. És mindjárt be fog érni az egész. És képzeljétek el, hogy az egyesre kell menni ezután. Tehát akkor az plusz negyed óra. Meg is küldöm. Hadd menjen. Jó kis babocska. Ezen lesz bőven anyag. Ez így csinálja nagyon szépen. Ez meg ugye akkor majd fog kelleni az ürítéshez. Hát fog szenvedni vele szegény traki, de most a más lehetőségük nincsen. Rendesen tolja a traktor. Jó. Meg kell várni, míg ez teljesen sárga nem lesz. Ugye az egy lépésben már meg fog történni. És utána akkor az... Akkor már nem kell pörgetnünk az időt. Kéne venni még ilyen kocsiszíneket, meg ilyeneket. Majd ezt szeretném ezt közbe. Így felépíteni. Na nézzük meg közben a izéket, a traktorokat, meg ilyeneket. Ja, izét akartam ezt. Na ez egész jó. Csak 124 ezer, érted, és ez 420 lóerő, ez meg 530 valamennyi. És ez csak izével megy, 6 fölöttel, ez meg 80-nal. Mi hatalmas különbség. Úgyhogy mindenképpen ezt akarom megvenni. Most az 50 ezer különbség az nem sok. És nézd meg, ennek a napi fenntartása 570, ennek meg csak 560. Mindenképp azt vesszük meg. Hopp, 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 hopp. Elbeszélgettük az időt. Na tessék. 3000. Hát ez egy kör alatt megtelik majdnem. Egy oda-vissza kör alatt. Ez meg ugye beveti. És akkor amint bevetette, hát hogyha ez gyorsabban húzná, akkor ugye tudnánk oda átrakni. Na nézzük a lerakható termékeket, most úgyis van egy kis szabadidőnk. Mély kaptár. 25 eurót termel óránként. Melegház. 90 euró óránként. Ilyeneket is ugye. 150. 1500 óránként. Ez nekem tetszik, ez a kis kunyha, egy ilyet lehet, hogy veszek. Csak ilyen hangulat stílusból. Tudom, hogy nem termel hasznot, igen, az nem jó ötlet, hogy nem termel hasznot, de nekem tetszik. Mi van még? Ja, egy mosót, azt mindenképp fogunk menni. Viszont én veszek egy ilyen kis kunyhót, valamelyiket. Megnézzük, hogy ez mekkora, ez olyan hangulatos, nem? Ez lehetne itt a bejárat mellett.
Így mondjuk, azt olyan lenne, mint hogyha itt laknánk. Gondolkodok, hova rakjam. Ja, valahova ide. Úgyni, itt épül a kis városom, mi? Hát csinálja. Jó, majdnem megtelik egy óra visszakarolt. Megindul visszafele, kiürítem. Kíváncsi leszek, ez hogy fogja bírni. Mármint hogy fogja húzkodni ezt a dollit. Ez hány literes ez? Nézzük. Ugye ezt mit is mondtunk? Ez 60 ezer liter, ugye? Mondjuk körekítsünk 60 ezer liter. Akkor ebből, hogyha eladnánk háromszoros áron, akkor 180 ezer pénz jön ki egy ilyen pótból. Amiből meg tudnánk, ha egy ilyen pótot eladunk 3000-ért, akkor meg tudjuk venni a kamiont hozzá. És akkor felszabadul a traktor. Aminek sok értelme nincsenek a traktornak, ezt lehet, hogy ezt passzolni fogom. És ehelyett majd ezt befektetjük egy nagy traktorra a vetőhöz. Mennyibe kerülnek a izék? Nagy traktorok. Mármint a mindenki Big Badot. Nem veszünk egy hűrlimont, mert megőrülök. Ennyibe fájnak ezek. 405 000 gyerekek. Egy ilyen azért bejönne. Jó, fenntartási költség az nem olcsó, az biztos. De azon gondolkozok, ez 384 lóerő. Ja, mekkora kell a például a talajlazítónak? Ugye a legnagyobbnak. Mekkora kell neki? 500 lóerő kell neki, aha. 24 méteres. 24 méteres. Akkor igazából nem is érdemes megvenni a Big Badot. Mert 1100 lóerő, és ötök meg elég 500. Gyakorlatilag elvinni Challenger is elvinni, ugye elvinni a Quattrak is elvinni, ez még elvinni kb. Hatalmas az ördög. Nem tudom. És mennyi a... Az a durva, hogy a fenntartási költsége is sok. A sebessége viszont nagyon majd lassú is ráadásul, nem tudom mi előnye van. Azon kívül, hogy marha jól néz ki. Mindegy, rá gyűjtünk egy Big Badra, jó gyerekek? Nem már egyszer. Olyan játékról van szó, vagy olyan mentésről. Mennyibe fáj? Hát ez 314, ez meg 400. Hát olyan, nem olyan nagyon drága. Úgyhogy a Lizard után egy Big Badot fogunk menni. Mennyi hozzá a kulti? Ezt meg akartam még nézni, mert... kult is vető, olyan nincsen? Kult is vető. Itt van. Ó, hát ez nagyon jó. 290, akkor az... Az lenne jó, lerántaná két perc alatt. Veszünk Big Badot nagy izével, vetővel. Arra fogunk, erre először egy Lizardot. Na, az meg mindjárt megtelik. Kiesünk. Milyen jó egymás mellett a két föld. Ott az a tízes lenne a legkövetkező, jó? De ahhoz már, én ehhez mindenképp akarok egy nagy traktort, meg egy nagy vetőt. Azt a vetőt eladjuk, azt a traktort eladjuk. Nem, egy ilyen kicsi traktort meghagyok azért, mert nem olyan nagy pénzt lehet ki szedni belőle. Várni, amore! Jaj, de jó, végre nem azzal a pici pótkocsival kell tökörésznem. Nem,
ilyen extrém nagyokat, meg modokat nem is akarok nagyon berakni most egyelőre. Ezek legyenek benne, ezek a gyári cuccok. Jó, oké. 9000 voltben gyárilag ugye. Azt majd számoljuk le, kíváncsi vagyok ezen a földön mennyi fog lejönni, hány liter. Körülbelül most vagyunk a felénél. Úgyhogy kiszámolható, de majd pontosan megnézzük. Hát ide kell valami nagy vetőgép, ez nagyon szörnyű ez, amit ez művel. Sajnos ez nagyon gyengus. Na, meg akartam nézni azt a házikót, amit csináltunk. Meglesem. Jéj, segítőtől akadályozza egy objektum. Ja, az én voltam, ugye? Aha. Én voltam az objektum. Ja, itt van a kis házikó. Ide majd egy sterimot dobok le. Majd ha lesz pénzünk. És akkor itt lehet azért szépen mosni a gépeket. Van egy pótó. Igazából nem vagyunk, nem nagyon duskálunk a javakba. Ez például van egy ilyenünk, meg van egy ilyen hengerünk. A többi az minden használatban van. Kivéve a... Kivéve ezért, még van egy ekénk valahol. De azt sem adom el ezt az ekét, mert még jól jöhet. Na, még egy ilyen hangárt, egy rakunk. Meg ide lehet, hogy akkor ide fogom rakni, hogyha darálni fogunk, vagy bármi, akkor ide akarom rakni vége azokat a dolgokat. És akkor itt van ugye a telephelyünk. Itt dolgozunk. Hát, hogy le kéne üríteni és gyors bérmunkát vállalni. Nagyon szeretném megcsinálni ma ebbe a részbe azért a vontatót még. Bár az nem kevés pénz. Megnézzük, milyen munkák vannak, jó? Ránézzük a térképre, milyen munka van. 9-est mindig itt ezt cseszegetjük, megnézzük, látogatás. Aha, ez egy gyors munka. Mehetünk is. Egy kis plusz pénz, az soha nem állt. Mert ez nagyon... ez pillanat alatt meg lesz ez a meló. Na, ez azt a hatalmas súly, ez kellett. Tochoz. Jaj! Súly meg leesett az elejéről, na. Indul ez a valami? Ez az. Csígy, de jó meg van csinálva. De nem mennék mögötte izébe, biciklibe. Szórja a szort! Itt rája! Ilyeneket soha nem szoktam csinálni, ilyen trágyázás, megmondom őszintén, hogyha komolyan, már mint ilyen hatékonyak akarok játszani, hanem azt csinálom, hogy olyan ugye vagy a pármetezés, meg a trágyázás az ugyanazt adja. És inkább akkor azt szoktam csinálni, hogy olyan vetővel dolgozok, ami ugye egyből trágyázás. Ja, a permetezés és a trágyázás az ugye pont ugyanazt eredményezi. Elég érdekes ebben a játékban, ugye annyi, hogy hazomat növel, meg attól függően ugye, hogy a menübe hogy állítod be, hogy hányszor kelljen. Mert ugye, hogyha úgy állítod be, hogy egyszer kell, akkor az egy egyből 100% hazomat ad, de hogyha úgy állítod be, hogy háromszor kell, akkor egy darabja ugye 33%-ot növel. Tehát ez már rajtad múlik. Hát én megmondom őszintén, nem vagyok híve annak, hogy háromszor kell érni
permetezni, meg trágyazni, meg mindent csinálni. Meg a, ugye még valami ad pont ugyanazt, azt hiszem, hogy a gyomláláshoz is az is ugyanazt csinálja, de azt meg csak akkor tudod, ha nem tudom hányos növekedési stádiumban van ugye a növény. Ja, meg hogyha 30%-onként állítod, mármint háromszor állítod a permetezés trágyázás, hogy hányszor szükséges, akkor is azt hiszem, hogy megvan, hogy melyik növekedési stádiumban tudod ezt megoldani. Nem akármikor. De hát azt én soha nem is használhatom, meg nem is fogom szerintem. Úgyhogy nem tudok érdemben nyilatkozni róla, hogy hogy kell. De hogy ez nagyon gusztustalan, az így. Igen, amikor nyomták a trágyázást ilyen MTZ-ben, minden nyitva volt benne, biztos kellemes lehetett, nem srácok? Mármint illat szempontjából. De sajnos már még egyszer nem fog elég lenni, hogy végigmegyek szerintem, hanem még végig kell ott azon a kis sávon, és itt most már azért lógatom egymásra, mert ott azt a sávot biztos, hogy le fogja fogni. Jó, céljelű csinálja. Szerintem még mind a kettő munkás bőven dolgozik. És közben ugye, úgyis csak nézelődni tudtam volna, legalább kerestünk egy kis pénzt. Na itt van még alattam, a 9-es alatt még egy olyan terület, amit be tudnék szántani. Szántás nagyon sok időt vesz igénybe. Úgyhogy most már lehet, hogy nem csinálom. És már gyorsan keresek pénzt, már nem annyira lassú ez a folyamat. Céljelű kiért, vagy fordul? Fordul még csak, jó. Oké, gyerekek, hát kerestünk egy 5000-et. Ez meg. Ennek még van egy kör. Ennek meg még két kör. Ebben meg még fér. Úgy gyerekek, ez nagyon durva megrántotta a gépet. Keresztbe fordította, nem tudta elhúzni. Teljesen elrántotta. Ugye elhúzni, az a jó pótokat azért elhúzzák. Nincs ez a gond. Csak annyi a probléma, kicsit lökdösi őket. A gépeket, meg annyi történhet vele, hogy nagyon lassan gyorsul fel. Jó, most már ugye kellett volna egyet fordulni eladási szempontból. Ezt megsporoltuk, hál' Isten. $34,000, hát minimum egy ilyen 35,000-et lehet ezen erről a földről lehozni, ahogy nézem. 9,000 volt benne, úgyhogy annyit leszámolok természetesen. Jó, gyerekek, ez is megvan. És ugye ez vége, ez itt. Át kell rakni oda, az végez ott, át kell rakni ide. Innen most már, hogyha több földed van, akkor se tudsz nagyon gyorsabban pénzt termelni. Hogyha ennyi géped van ugye. De úgyhogy lesz jobb vetőnk, meg lesz a Big Bad, akkor kell majd a több föld is. Főleg ez az nagyon lassan csinálja. Közben megnézem akkor ezt a vetőt, hogy ez mennyivel fog menni. Szóval miért 15-tel megy, jó? Uh-huh. Akkor ennek meg csak annyi. Ennek. Ha, ez önmagában ugye nem tud tárolni. Úgyhogy kell neki majd ez. Ami jó drága, 185,000. Ez gyakorlatilag ez nem tud izélni. Nincs neki. És ezt tudom vele használni vajon? Ez milyen széles? 18,2. Ezek 25,6. Jézus Isten. De Máriám, ez nagyon durva. Meg akartam nézni a miénket, ezt használom most. Eznek 9 méter, több mint 2,5-szer szélesebb. És ez 20-szor lehetne húzni, és mi csak izébe tudjuk 9-szer. Úgyhogy megvesz a Big Bad, már az kétszer olyan gyorsan fog vele közlekedni.
Megvan ez a föld. Na, mert szerintem egy olyan 30 ezeret minimum le lehet ebből szedni. Itt remélem nincs semmi tereptárgy. Na, sőt, előbbre is megyek, azt majd leül itt a végén, nem kell itt nekem közbe. Ide kiér, akkor bőven elég neki üríteni. Ahogy néz kávé, ott is hagyjuk, és ahogy leér, akkor el fog üríteni. Ó, hát ez nagyon ki van számolva, mi? Nem, ebben a részben... Ez hihetetlen. Ezt miért csinálja a gyerekek? Azt nem jövök rá, bocs. Ja, igen. Azt akartam még mondani, hogy ja, ebben a részben valószínűleg nem fogom tudni megvenni már a Lizardot, a kamiont, de a következő rész elején már mindenképpen meg fogjuk tudni, mivel ugye... Ugye kiderül, hogy menj... Na figyeljetek, ez pont így be fog üríteni ide. Ez ki lett számolva nagyon... Ó, oh, de nem lett kiszámolva, de hülye volt a keeper. Ja, ürítget, jó, oké. Okay. Megnézzük, mennyi volt ezen a földön, akkor 9000 volt ugye alapba benn. És lett benn hát egy 30000. 28000. Van be most 38000 liter. Ez csodálatos egyébként. Ez meg pont végzett. X. Vihetjük a másik területre. Ez ugye hozhatjuk át a kombányt ide, pörgethetjük az időt. Gyakorlatilag annyi az aratás, meg a aratás folyamatosan tud menni, annyi idő veszteség van mindig, hogy egy picit kell pörgetni az időt. Ami azt jelenti, hogy tényleg egy picit, mert ugye ott már kezd beérni. Nagyon király gyerekek, nagyon jól megy. Akkor mindjárt csinálunk egy gyors számolást, hogy mennyi vagyonunk lenne, hogyha eladnánk mindent. Ezt ide beállítjuk. Most nem indítom el, hanem nézzünk egy számolást. 38.000-40.000, ez ugye csak 120.000, hogyha eladnánk az összeset, még 3.000-ben van akkor is. Ami nem lenne elég, mivel 170.000 kell. Szóval akkor mindenképp kell még egy folyamat, azt a földet azt még bele kell ebbe rakni, és akkor meg tudjuk venni a Lizardot a következő részbe. Ezt a nagyot ugye. Jaj, nem ezt. Ezt akarjuk megvenni. 172.000-be fáj. És várjunk csak, mennyi más motorral meg ilyesmivel mennyi lenne? Hátsó csatoló. Annak sok értelme nekem nincsen, de mondjuk 700-ba fáj. Kerékbajtás, széles kumik. Semmi más, ugye nem tudok nagyobb motort venni bele. 175.000-be haj, annyit össze kell kapnunk akkor. Jó gyerekek, akkor várlak benneteket a következő részbe. Akkor következő részben mindenképp megvesszük ugye a műzét, kamiont. Akkor ugye gyorsabban tudjuk szállítani a dolgokat. Meg még akkor annyit csinálunk, hogy nekiállunk a Big Badra gyűjteni mind az atom. És egyelőre majd ezzel a vetővel fog működni. Később akkor meg cserélünk neki, és megkapja a marha nagy vetőjét, ugye 25 méter széleset. Na, köszi még egyszer, hogy itt voltatok, jók legyetek, csá, csumi, csőtészta!